Sziasztok, mérlegek, köszöntelek a csatornámon Attila Taró. Először is szeretném megköszönni mindazoknak, akik már láttátok az előző videóimat, hogy néztétek, lájkoltátok, megosztottátok, különösképpen, ha feliratkoztatok. Nagyon-nagyon hálás vagyok érte, és aminek még jobban örülök, hogy újra itt vagy. Ha pedig új vagy, akkor üdvözöllek, örülök, hogy megtaláltál, és remélem, hogy ez a kirakás mindannyiótoknak a segítségére lesz. Ebben azt fogjuk megnézni, hogy milyen energiákat várhatsz augusztus hónapban a szerelem és a kapcsolatok területén, de mint mindig ez egy általános kirakás, így igazán figyelj azokra az üzenekre, amik rezonálnak, és engedd el a többit. De kezdjünk is hozzá, a kirakásod középpontjában az uralkodó áll, az uralkodó az általában a struktúra, a rendezettségnek a kártyája, de jelenthet kontrollt is. Tehát általában, ha egyedülálló nő vagy, akkor jelentheti azt, hogy egy idősebb ember jön az életedbe, vagy pedig egy idősebb emberrel vagy a kapcsolatba, aki nagyon jó hatással van az életedre, egyetlen egy problémája van, hogy nem tudja az érzelmeit kimutatni. Ha pedig férfi vagy, vagy férfi energiát képviselsz, akkor ez azt jelzi, hogy jobban ki kellene mutatnod az energiáid, az érzelmeidet, mert a partnered nem tudja, hogy hogyan viszonyulsz hozzá. De általában ez mindenképpen egy nagyon rendezett körülményeket jelent, biztonságot. Ha egyedülálló vagy, akkor mindenképpen jelzi, hogy egy stabil kapcsolat jön az életedbe. Nézzük, hogy milyen más energiát találunk itt még. A kirakásod a igazságszolgáltatás kártyájával kezdődik, ami a mérleg energiáját jelképviseli, tehát ebben az esetben a tiédet. Tehát egyrészt jelenteti azt, hogy a te energiád mindenképpen benne van ebben a kirakásban, de ez a igazságszolgáltatás jelentheti az egyensúlyt is, lehet, hogy jól egyensúlyozod a dolgokat, vagy pedig jobban oda kell figyelned arra, hogy egyensúlyban legyen az életed. Néhányatoknál ez jelenthet jogi helyzetet is, ahol különösképpen, ha valamilyen válláson mentek keresztül, akkor jelzi, hogy ez a helyzet megoldódik, döntés születik a te javadra, és megkapod, amit érdemelsz, attól függően, hogy milyen voltál. Nézzük a következő kártyát. A következő kártya a botok ásza, ami a szikrát, valamint a szenvedélyt jelképezi. Általában egy új kezdetet hoz az életünkbe, ami nagyon szenvedélyes. Ez lehet egy új kapcsolat, ami sok szenvedélyt hoz az életedbe, sok izgalmat, de jelenteti azt is, hogy a meglévő kapcsolatodba egy új fejezet kezdődik el, és visszatér a szikra, a szenvedély, ami elindította a kapcsolatot eredetileg. A botok apródja pedig valamilyen üzenetet hoz, valamilyen kalandra hív fel. Lehet, hogy jelenthet egy fiatalabb személyt is, tehát különösképpen az idősebb személy jelre vonatkozóan, tehát lehet, hogy itt egy olyan kapcsolatról van szó, ahol az egyik idősebb, a másik fiatalabb, és mindenképpen valamilyen szenvedélyes üzeneteket jelölhet a botok apródja. De jelentheti azt is, hogy ha a kapcsolat már nem működik úgy, ahogy kellene, akkor arra hív fel, hogy itt az ideje eldöntened azt, hogy tovább akarod folytatni, megoldani a problémákat, vagy pedig véget vetni ennek a kapcsolatnak. Következő lapunk, egy másik apród, az érmék apródja, tehát ugyanúgy valamilyen üzenetet vagy fiatalabb ember személyt jelöl. Általában az érmék apródja az a lojalitást jelképezi, a stabilitást, tehát itt lehet, hogy azt próbálod egyensúlyozni két ember között, a kalandot, valamint a hűséget és az odaadást. Az érmék apródja ugyancsak felszólíthat arra, hogy lehet, hogy a kapcsolatból az eredeti szikra már múlóban van, és ez általában nem jelent semmi komoly problémát, de oda kell figyelni arra, hogy
hogyan tudsz jobban életet lehelni a meglévő kapcsolatodba. Ha pedig egyedülálló vagy, én igazán azt látom, hogy itt nagyon sok ember lehet az, aki a kedvedért úgymond verseng. Valamint, mint mondottam, lehet, hogy két embert kell egyensúlyoznod, lehet, hogy néhányatoknak van egy szilárd kapcsolata, valamint van egy szeretője, és igazán ezt próbálod egyensúlyozni. Igazán mindenkinél mást jelenthet. Aztán a diadalszekér ugyancsak jelenthet egyensúlyt, jelenthet kontrollt, tehát lehet, hogy valaki a te szerelmi életedben nagyon próbálja uralni a helyzetet, ez lehetsz te, lehet a partnered. A diadalszekér jelentheti azt is, hogy sikerült túltennem magatokat, vagy magadat egy nehéz helyzeten, és győztesen kerülsz ki. Tehát különösképpen, ha a jogi helyzetről beszélünk, én igazán azt látom, hogy te győztesen kerülsz ki, és megkapod ezt a hírt, ami lehet, hogy több pénzzel is jár. Aztán a diadalszekér még jelentheti egyensúlyt is, tehát lehet, hogy néhányatoknál az egyensúly az, amit meg kell találnod a szerelmi életedbe. Ha pedig egyedülálló vagy, a diadalszekér nagyon jó kártya, mert azt jelzi, hogy sikerül valakit bevonni az életedbe, te vagy az, aki kontrollálod a helyzetedet. De nézzük meg, hogy mi lesz ennek a kirakásnak a végkimenetele, de előtte ne felejts el lájkolni, megosztani, valamint feliratkozni, ha még nem tetted meg. Az nekem mindenképpen jelzi azt, hogy ez az üzenet a segítségete volt, és te is segítesz nekem abban, hogy növeljem a csatornát, és minél több emberhez eljusson az üzenet, amire szükségük van. Valamint nagyon szívesen olvasom a kommentben azt is, hogy mi történik veletek, ha hajlandóak vagytok megosztani. Tehát a következő lapunk az érmék négyes. Az érmék négyes története az, hogy ő nagyon sok mindent megtett, keményen dolgozott azért, hogy elérje a helyzetét, a szilárd helyzetét, és igazán nagyon fél attól, hogy ezt elveszíti. Tehát ez igazán lehet, hogy néhányatoknál valaki túlságosan fél, túlságosan ragaszkodik a másikhoz, a másikon csüng, és ez nem jó hatással van a kapcsolatban. De ugyancsak jelenthet kontrollt is. Tehát itt igazán három kártya is beszélhet arról, hogy valaki túlságosan kontrollálni próbálja a másikat. Jelenthet féltékenységet, mint mondtam, tehát amikor attól félsz, hogy a másik fél megcsal, vagy félrelép, vagy nem őszinte. Aztán a következő kártyánk az ördög energiája, ami igazán néhányatoknál visszaigazolhatja a megcsalásnak a tényét. De az ördög általában arról szól, hogy van valami helyzet, amiből nem látod a kiutat, ami úgymond fogva tart. Tehát ez lehet egy kapcsolat, mérgező kapcsolat, lehet, amikor túlságosan függötök egymástól a párotokkal, tehát különösképpen az érmék négyessel ez az egymáson való csüngés mindenképpen jelen van ebben a kirakásban. Jelentheti azt is, hogy valaki túlságosan kontrollálja a másikat, mert ha megnézed az ördögnek az ábráját, az ördög ezt a két embert fogva tartja, tehát lehet, hogy valaki a másikon uralkodik, és ugye ez egy mérgező kapcsolatot eredményez, tehát itt igazán négy lap is van, ami a kontrollról, valamint a másik feletti úgymond uralkodásról szól. Ha pedig egyedülálló vagy, akkor igazán jelentheti azt az ördög, hogy érzelmetlen, egyéjszakás kapcsolatokon mész keresztül. De mindig az ördög üzenete az, hogy bármilyen helyzetből van kiút, csak meg kell találnod. Vagy segítséget kell kérned. Az utolsó lapunk pedig a botok hármas. A botok hármas az egyrészt jelentheti azt, hogy új terveket szőtsz, és igazán kezdesz kifelé nézni ebből a helyzetből. Ez a sikert is jelenti, amikor végre látsz eredményt, hogy sikereket érsz el. Ez lehet az, hogyha egyedülálló vagy, akkor
végre olyan felek jön, feleket ismersz meg, akinek van potenciálja, ha pedig meglévő kapcsolatban vagy, ez egyrészt jelentheti azt, hogy sikeresen veszitek az akadályokat, de azt is jelentheti, hogy úgymond kinézel ebből a kapcsolatból, és igazán a szabadságodat keresed. Mert a botok hármasnak benne van ez a szabadság érzése. Néhányatoknál jelezhet egy kapcsolatot, ami ahol nem ugyanabban az országban vagytok, lehet, hogy a társad külföldön van, és ez az, ami igazán megnehezíti a helyzetet. Általában, mint mondottam, a botok hármas az kezdetleges sikereket jelent. És ha megnézzük a paklinak az alján, az erő kártyája van, ami jelzi azt, hogy az a bátorság, az erő, a bizalomnak a kártyája, amikor sikerül olyan dolgokat meglépned, amit igazán senki nem gondol, hogy képes van rá, vagy rá lehet, hogy félsz bátornak lenni, hogy feladd ezt a helyzetet, de igazán én azt látom, hogy ezek a lapokból, hogy sikerül túljutni ezen a helyzeten, még ha jelenleg nem is látod azt. Tehát, kedves mérlegek, igazán ennyi van számotokra. Remélem, hogy ez a kirakásra segítségedre volt, és újra üdvözölhetlek. Sok szerencsét!